To be the man! You gotta beat the man! Woo! Austin316 says I just whipped your ass. What is the one quality that you possess? Ruthless aggression! Oh! Day in and day out, for almost six years I have proved to everybody in the world that I am the best on this microphone, in that ring, even in commentary. Can touch me. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Pankráció történetek legendás pillanatai szorító podcast csatornáján. Én Bárt és velem van a doktor is. A harmadik lépés a következő lúpunkban a 2000-es évek közepe. Szó szerint majdnem napra pontosan, egy év eltéréssel, de hát na, ennyi fél, kis csúszás belefér nekünk is és egy történelmi eseményt fogunk ma nektek elmesélni, meg feldolgozni, meg bemutatni, meg bármi egyéb jelző szerkezet, amit erre lehet használni. Az pedig egy Ró főmérkőzése 2004. december 6-áról. Bizony, sziasztok! Köszöntök én is mindenkit, és azért történelmi ez a nap, ez a 2004. december 6-a, mert ez az első alkalom, hogy két női birkózó main eventelte a Monday Night Road. volt már olyan, hogy a csajoké volt az utolsó mérkőzés a hétfőesti esti zátlósajon, azonban a záró ebben az esetben máshoz került. Azonban ezen a decemberi napon 2004-ben két Hall of birkózó, akinek vitán felül ott van a helye, és uh, tényleg tíz évvel előbb jöttek, mint a női forradalom, de lehet, hogy nélkülük nem lett volna a női forradalom, Tristratus és Lita a női bajnoki címért találkoztak a ringben. Ugye a WWE és a női birkózás története, hát fogalmazzunk úgy, hogy eléggé hullámzó. Ugye írtam róla a cikket, a videót nem csináltuk meg végül belőle, de majd egyszer azt is meg fogom csinálni. Szóval fogalmazzunk úgy, hogy ugye a 90-es évek elején megpróbálták, ugye Madusával nem sikerült. Utána ugye szépen felrakták a polcra, és akkor inkább ugye a Sunny és Sable féle vonallal mentünk tovább, ugye szexi szimbólumok és valetek, stb. meg a hótrén, és utána a 90-es évek legvégén, inkább már a 2000-es évek elején lett egy kis próbálkozás megint. Ugye olyan nevekkel, mint Rish, Lita, Jackie, szóval sor sorolhatnánk még... Viktória, so Victoria, Molly, sorolhatnánk még sok mindenkit. Volt egy pici próbálkozása a WWE-nek arra, hogy a női birkózást megint berakja a, a katalógusba fogalmazunk úgy. Csak hát nem volt valami igazi, mert, mert nem nagyon álltak be mögé teljes válszélességgel a felsővezetés szintjén. Viszont van egy ember, aki beállt mögé teljes válszélességgel, és abszolút nem mehetünk el anélkül, hogy ezt fölhoznánk és elmondanánk. Ez pedig Fit Finley, aki minden egyes tv-tépingen, minden egyes live eventen foglalkozott a csajokkal a ringben. Így igaz, a jó finli írországból küldetésének érezte azt, hogy a tanulásra és fejlődésre szomjazó női birkózókat elindítsa egy olyan úton, ahol többek lehetnek, egyszerű ICAND-nél, aki azért van benne az adásban, mert így vagy úgy néz ki, és Pont ebben az időszakban összejött egy olyan mezőny a wwe belül, akikben megvolt az igény erre. Igen. Mert ugye Trish Stratus is például fitness modellként került be a WWE-be, és mondhatta volna azt, hogy mint az első csapatban, ahol szerepelt, aminek egy remek T&A neve volt, hogy én most megélek 4-5 négy évig a csöcsből és a segből, de nem. Trisnek meg volt rá konkrétan az igénye, hogy ő meg akar tanulni rendesen birkózni, és jól akarja csinálni ezt a szart, amiről ez az egész biznisz szól. Abszolút. És tényleg nem volt egyedül. Victoria, Molly, Lita, Jackie, Jazz, nagyon sokan voltak ebben az időszakban olyan nők, akikben meg volt ez a hasonló igény, és hogyha a WB mellé áll, bár nem tudom, hogy a társadalomban mennyire volt meg a fogadókészség ebben az időszakban erre, akkor gyakorlatilag ezzel a rossz terrel, meg azokkal, akik a 2000-es évek második felében csatlakoztak, mint Miki, Neti, Beth, meg lehetett volna csinálni tíz évvel korábban a női forradalmat. Ha jól emlékszem, a kihagyott zicseres adásunk második részében beszéltünk is erről. Pontosan én is úgy emlékszem, hogy akkor beszéltünk erről. Ez tényleg egy olyan, olyan pillanata a wrestlingnek, ami egy nagyon durván kihagyott zicser, és mellé abszolút úgy gondolom, hogy tényleg a WWE egy akkor nem tudom tényleg, és ez a legnagyobb kérdés, hogy a társadalom kész lett volna -e rá. De szerintem abszolút kész lett volna, gondolj bele, azért ekkoriban már voltak női főhős lévő női főhős szereplőkkel lévő akár akciófilmek, akár sorozatok, gondoljunk tényleg a 90-es évek, 90 évek elejére, akár az Alien franchise-ra, akár a Terminátorra, ugye főleg a második részre, Szóval abszolút meg volt szerintem valamilyen szinten minimálisan a lára csak a WWE tényleg felsővezetői szinten abszolút nem állt ebbe bele. Meg nagyon másra volt kondicionálva ezen De. a ponton a közönség, ugye? Mert ne felejtjük el, hogy az attitűd érából jöttünk a rootlessbe, és ott meg tényleg az volt a lényeg, hogy szexszimbólumokat -szimbólum, szex rakjunk az adásba. És ehhez képest tényleg a női birkózás, a szószoros értelmében vett női birkózás egy másfajta dolog volt. Ha egyébként Tris és Lita történetéről többet akartok hallani, akkor javaslom nektek a Ring királynői című szorító podcast epizódot, az még nem videó podcast, emlékeim szerint, hanem Szerintem klasszikus se. podcast, de fönt van a csatornánkon, keressetek rá, és ott tényleg részletesen beszélünk erről a két emberről akikről egyébként el lehet mondani azt, hogy 2004 magasságában Tris a klasszikus Lotyó volt, aki mindenkivel és mindenkinek a macskájával lefeküdt körülbelül az adásban, sztori szerint. Sztori szerint, ugye? Sztori szerint nyilván nem, mert egyébként a férjével a gimnázium óta együtt vannak. Így van, így van, ami a legviccesebb sztori az egészben továbbra Szóval, is, ugye? szóval a való életben Trisettől nagyon távol de az adásban tényleg egy klasszikus ribancot alakított. Ez Jericho és Christian konkrétan miatt a harcoltak a WrestleMania 20-an egymással. És hát ugye Yin Yang viszonyban volt Tris Litával, aki meg olyan remek sztorikat kapott, mint hogy kény teherbe ejtette őt erőszakkal, és feleségül kellett mennie hozzá a SummerSlam után. Mindezt azért, mert felszedett pár kilót, és a WWE úgy gondolta, hogy akkor terhely sztorit kell vele csinálni. Tényleg, ilyen, ilyen fasságokkal az évben érkeztünk meg decemberbe. Viszont ugye tényleg abból állt ugye az egész év, hogy gyakorlatilag Trish folyamatosan ugye megszígyeníti Litát, és hogy tényleg ugye folyamatosan egymás körül keringnek, mint a bolygók, és tényleg ezzel ugye a forrás eljutunk december ugye hatodikára, erre a pillanatra, amikor tényleg megkapták a csajok a lehetőséget, hogy megmutassák, hogy mit is tudnak. És a Trish és Lita mondta, hogy nem attól féltem, hogy nem tudjuk megcsinálni, mert azt tudtam, hogy mind a ketten képesek vagyunk rá, hanem attól féltem, hogy a közönség mit fog reagálni rá, arra, hogy tényleg belerakunk mindent. És hát a közönség nagyon-nagyon jól reagált egyébként. Igen, hát ugye ezen a ponton lehetett látni azt, hogy ha óver vagy, akkor óver vagy. Függetlenül attól, hogy mi a nemed. Így van. Így van. Uh, ugye még annyi érdekességet el lehet mondani, hogy a 2004-es Survivor Series mérkőzés azért zajlott, hogy egy összes csapat tagjai irányíthatják négy héten keresztül a Road General Managerként elég Bishop szabadság alatt, és ha jól emlékszem, ez a bizonyos Ró, december 6-án nem vagyok 100%-ig meggyőződve róla, de azt hiszem Chris Jericho eh, general managerkedése alatt eh, zajlott éppen természetesen sztori szerinti general managerként volt csak szó róla és tényleg Tris és Lita megkapták a main eventet. A záró szegmest az adásban. Megelőzte egyébként egy olyan backstage jelenet, amikor ugye Tris Walking Kiss of death nevezte Litát, mert hogy akinek köze van hozzá, vagy akit megcsókol, az, az bajba kerül, mert ugye Hardy lesérült és eltűnt hónapokra. Aztán ugye Kényt megtámadta Snitsky, és ő is eltűnt hónapokra. <laughs> és Hát Lita erre válaszul les már volt a trist. Vagy akkor most neked is véged lesz kisajában ebben a mencsben, hogyha én vagyok a Walking Kiss Off Dance. Én ez volt az egésznek a felvezetése, És aztán a csajok, igaz, hogy nem annyi időben, mint amit ma kaptak volna, de leraktak az asztalra egy kurva jó main eventet. sokkal együtt srácok az egész mérkőzés 9 perc 41 másodperc. ugye, hát az nem a standard mai női mérkőzés azért, bár ugye a Queen of the Ringben voltak hasonló időlimites, meg mérkőzések, szóval még azt is mondanánk, hogy lehetségesen az volt, ami, ami, igen, de tényleg egy nagyon-nagyon jó meccset, ami abszolút a mai napig megállja a helyét, és egy olyan mérkőzés, ami tényleg egyébként bármelyik majóra ráraknál, és nem lógna lefelé ki. Igen, és tényleg mindent beleraktak a csajuk, hogy ez menő legyen és látványos legyen. Lita konkrétan majdnem megölte magát egy suicide dávnál, mert a nyakára érkezett, a műtött nyakára érkezett. Igen. És ahogy így a földbe beleállt fejjel lefele, így deréktájon, láttad, hogy így megtörik egyszer csak a teste, hogy megbicsaklik az egész teste agyából, Itt a derekánál, hát jó, hogy ott ki nem törte valami bakker. De, De túlélték. Litáik ugye feküdtek a földön, és így néztek egymásra, és mert ugye hallottak egy nagyon fura reakciót a közönségtől, ugye, hát ugye ez a ugye, reakció, és akkor ugye néztek egymásra, hogy mi van. Hát, Lita gondolkodom, mondom, beakadt a lábam a kötélbe, de nem éreztem semmit. És akkor jön a spori is, ugye megkérdezni, hogy jól vagytok, jól vagytok, jól vagytok, és akkor miért ne lennénk jól? És akkor ugye megcsálták a meccset, és akkor mondta, mondta hogy megnézték másnap. És akkor így, akkor volt az a reakció, hogy hú, meg! <SZ> szóval a csajok, csajok, ugye folytatták tovább, tényleg így látszott ugye, hogy a, tényleg azt a személyezt, hogy itt mesélték el, hogy rettentően ismerik egymást, ugye megkontrázták egymás mozlatait folyamatosan, ugye akár ugye a satisfaction akár Lita-nak a múvját, és akkor ugye utána egy nagyon jó finis szekvenciával, egy twist of fate után megkaptuk a momszoltat, és kb. a közönség megőrül, amikor Lita megnyeri a nőjövet. Crowd is going bananas. Igen, két hónappal később kiderült róla, hogy megcsalta Matt egy egyszer, utána már nem szerették annyira. De, és a legoverebb hill az egész rossz körülbelül Lita ezzel, de itt szuper over volt babyface és tényleg felrobbant az aréna, amikor elnyerte a bajnoki címet Tristől, és gyakorlatilag azzal zártuk a rót, hogy Lita ünnepel és a, női, a csajok megcsinálták ezt a kiváló méniventet. Én ezen a ponton alig pár hónapja néztem birkót, srácok. Tényleg, 2004. augusztusában kezdtem el, volt mögöttem nem egész négy hónap ezen a ponton, és arra emlékszem ebből az adásból egyébként, így a, a, a korabeli érzéseimből, hogy nem éreztem át, hogy ez mennyire történelmi, de egyben baromira természetesnek vettem. Szóval persze a női divízió akkoriban olyan volt, amilyen. Nem a legjobb mérkőzéseket produkálta, de erre a meccsre kifejezetten én. Én emlékszem, néztem a Ró főmérkőzését, hm, ez egy jó meccs. Ja, ez a főmeccs? meccs? Hát, tök jó, rendben van. És Lita bajnok, jéj, yeah, imádtam Litát. Rita volt a kedvencem ebben az időszakban egyébként a, a csajok közül magasan. Két évig azért még kaptunk elég magas szintű, viszonylag magas szintű női birkót, úgy tényleg 2006-ig. Tehát Talán... amikor Miki megjött. Igen, igen, amikor Miki megjött. És hozzájuk. Csak aztán tényleg, miután Lita is visszavonult, miután Trish is visszavonult, a WWE a következő Trist kereste. Csak rossz helyen próbálkoztak mert mindenképpen ezt a fitness modell meg modell vonalat próbálták erőltetni, amivel megszületett ugye a diva korszak ö, sötét időszaka, és ugye a női mezőny egyik mélypontja, akár a 90-es évekhez hasonlítva ugye az újra előkerülő, hát akkor már nem Brian Pentiz meccsekkel, de a fürdőruha kontesztekkel, meg a Santalitus Helper meccsekkel, meg a, ami, meg ilyen, mi volt, ilyen Halloweeni um, halloween versenyekkel, meg ilyenekkel. Meg pudingba dobálós meccs. Igen, meg, meg, meg ilyesmikkel. Meg szóval... Ilyen, ilyen, ilyen fasságukkal. Pedig egyébként a talent a 2000-es évek végén is megvolt. Így például, van. Amivel lehetett volna futni ugye Beth, Natti, Miki, uh, Megkulék. Igen, szóval meg lett volna abszolút. Bőven, bőven, bőven voltak. Melina is azért nem volt annyira re rettenetesen vállalhatatlan. Szóval igen, az is, az is egy ilyen kiagyott volt. Tris és Lita pályafutása ugye két hónap különbséggel 2006-ba véget ért. Uh, és így elbúcsúztunk tőlük, aki szerencsére azóta egyébként többször is láthattuk őket Rumble-ben is, mérkőzésben is. Nagyon fura, hiszen azért Tris és Lita tudjuk, hogy nagyon különböző emberek, és mégis legjobb barátnők, és hát nagyon megelőzték a korukat, mondtam ezzel a pillanattal, hogy 2004-ben megkapták ezt a lehetőséget, de szerintem ez a, a Ró közel 30 éves történetének egy, egy, egy jeles napja volt és a csajok abszolút kiérdemelték a munkájukkal azt a spotot akkoriban, mert a rendelkezésre álló időből kihozták a maximumot, és pillanatot teremtettek. Így van, abszolút egyetértek belőle, és abszolút ez az a... A WWE retrospektívben ezt rakja az alapnak. Ugye ez a fundamentum a női forradalomnak, ezt a pillanatot tartja WWE a -ja az alapnak, kicsit meg, meghamisítva a történelmet, meg kicsit átírva a történelmet, de ah, abszolút, szokták. ahogy szokták, de hát ugye tudjuk, hogy ősztesek írják a történelmet, ez már csak így van. Jó, srácok, ez volt a mai pillanatunk, és az Loop utolsó állomása a 2010-es évekbe fog minket vinni a jövő héten, még pedig egy nagyon ikonikus szegmenst fogunk elővenni, ami nagyon modern. Uh, mert tényleg uh, már 2014-be fogunk utazni, de addig is tudjátok, hogy mit kell csinálni, mint mindig. Bízatok a doktorban! És csak semmi, Pári sácok. And the wrestling is fun! Sziasztok! Köszönjük, hogy megnézted a videót! Hagyj egy kommentet, meg egy lájkot, és iratkozz fel a YouTube csatornánkra! Ha néznél még egy kis szorítót, itt találd a sorozat lejátszási listáját, valamint a legújabb videó! Az élő adásainkért kövess minket Twitchen, támogass minket Patreonon, valamint csatlakozz a Szorítóklubhoz a Discord szerverünkön. Minden linket megtalálsz a videó leírásában.